Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig elhoztam nektek egy tanulságos kisfilmet, méghozzá a Dharmán nevezetű csatornáról. Ennek a rövid filmünknek pedig az a címe, hogy a kisrác bekapcsolta a tűzjelzőt csak azért, hogy kihagyja a dolgozatot. Büszke vagyok rá, egyszerűen zseniális ötlet volt ez. De nem, brutál, hogy kajakra ilyen messzire ment, ugyanis gondolom, hogy nem tanult a dolgozatra, és úgy volt vele, hogyha csinál egy kis tűzriadót, és mindenki kivonul az iskolából, akkor nem kell megírnia. Szerintem ez a terve be is jött, de tudja, hogy le fog bukni, és nagyon durva következménye lesz ennek. Na de akkor ezt derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele. Én azt hittem, hogy te szobafogságban vagy. Jaj, ez a kisrác baromira jó színész. Mondja, hogy megmondtam az édesanyukámnak, hogy egyetlen egy dolgozatom sem sikerült rosszul a hónapban, de azt nem mondtam anyukámnak, hogy igazából egyet sem írtam. Szóval lehetséges, hogy folyamatosan, mindig, már egy hónapja benyomja a tűzjelzőt. Hogy ne írjon dolgozatot. De ott a háttérben... Először lehetett látni, hogy valaki szerel fel egy kamerát. Ajjaj! Az egyik tanárja nagyon is fog dolgozatot iratni, és az előbb már véletlenül majdnem nekimentek a tűzjelzőnek. Sejtem, hogy honnan jött ez az ötlet, de akkor ezek szerint még egyszer sem húzták meg szándékosan, csupán nem írtak semmilyen dolgozatot. És kijátszotta ezt a kártyáját a kisrác. Nem készült a srác, ugyanis egy hatalmas nagy Minecraft verseny volt. Hát azért valljuk be, ez érthető. Jaj, kiégetnek. El is kezd ötletelni, hogy mégis mit kéne csinálnia. Várjatok csak, srácok! Beadom, hogy beteg vagyok! Mondja is a haverja, hogy azt már ötször beadtad, de egyszer sem jött még be. Na de majd most, hatodszorra. Mi lenne akkor? Hogyha beadnám, hogy eltörtem a lábamat. Azért egyre jobb ötletek vannak ám itt. Kiégetnek teljesen. És most nézik, hogy a kamerákat szerelik ám fel. Hogy mi? De várjatok már! Hiába szerelték fel a kamerákat, ma még nem működnek. Azt mondja a szakember. Meg is örül a kisrác. Folyamatosan mindent okosba megoldok. Hát nézzétek meg, hogy hova jutottam ennek az egésznek köszönhetően. Minden egyes... Nyáron. Szobafogságban vagy, haver, hát hova jutottál, és mennyi is az átlagod? Én vagyok a legeslegvagányabb srác a suliban. Fogadd el, és nézz szembe ezzel az egésszel, meg fogod írni azt a dolgozatot. Ki fogok találni valamit? Osztja is már ki a dogákat. Hey, you're supposed to use a cracker, not your finger. De hogy tudom úgy, ennyire, de ennyire undorítóan nasizni, de kajakra. Ráadásul az Srác. Ez volt a hatalmas nagy taktikád? Hogy így fogsz majd kikéretőzni? Hát összekoszoltad a pólódat nagyon is. Ki kéne menned szerintem. Last I heard,
They haven't figured out who it was. I got it. Go. Nos, vajon a tanárok komolyan ezt beszélik, hogy a srác már kajakra képzelődik, ugyanis azt látja, hogy az egyik iskolában valaki meghúzta a tűzjelzőt, és az egész iskolát ki kellett üríteni. Meg is van a tökéletes ötlet, hogy hogyan fogja megoldani. A haverjai már ismerik a srácot, hogy ő nagyon is be fogja ezt adni. Egyszerűen mindenre van magyarázata. Hát de srác, az új lenyomataid ott lesznek rajta. Na de hogyha a pólommal húzom meg, akkor nem lesznek ott. Ez az egész egy bűncselekmény. Nagyon, de nagyon súlyos következményei lesznek ennek az egésznek. Persze, hogy azok lesznek, hogyha lebukok. De nem fogok lebukni. Hányan hitték már ezt a történelem során? Nem fog működni a terved. Bebizonyítom. Nézzétek meg! Az előbb, az előző felvételen a srácnak már össze volt koszolódva a pólója, most pedig már nincsen. Azért ilyenekre nem figyeltek? Végre valami kis bakit észrevettünk ebben az egészben. Már ideje volt. És elvisz egy ilyen rajzolgatós cuccot, ugyanis gondolom, hogy azzal fogja majd a tűzjelzőt benyomni. Nem is a pólójával, nézzétek meg! Itt pedig már ismételten koszos a srácnak a pólója. Tudta, hogy ezt újra kellett venni. Ajjaj! A gondnoknak nagyon, de nagyon gyanús a csávó. De te is, hogyha már ilyenre készülsz, néznél kellően körbe, hogy nincs senki a folyosón. Nem készülök én semmire. Csak a mosdóba megyek. Amúgy arra van a mosdó. Ja, akkor a szekrényemhez megyek csak. Hoppá, hoppá, milyen kis sunyi. Jaj, de hangos az a padló. Csak nehogy lebukjál. De értitek, a kamerák nem rögzítenek. Ha nincs senki a folyosón, akkor nem kéne lebuknia. Ajjaj! De nem már! Rendes úgy hagyja! Már az a baj, nem tudom, hogy ezek hogy működnek, de hogyha visszanyomta volna, akkor is szólnia kéne, nem? Mert így lehet majd látni, hogy valaki azt bizony meghúzta, és nem természetes úton kapcsolt be. Gyertek csak, srácok! És akkor az egész iskolát ki is üritették. Ő pedig így büszke magára, hogy na mizu, srácok, megoldottam, vagy megoldottam, hát nincsen dolgozat ma. És tudjátok, jönne a karma, és miután mindenki visszament, megiratnák velük, plusz tovább kéne bent maradniuk. És akkor duplán fáznának rá. Látjátok? Nem buktam le, és már rendes örül a srác, de ennek a tanárnak is gyanús a kis srác. Beszéltem az igazgatóval. És sokáig itt leszünk még kint. Jaj, milyen kár! Beszéltek veled egy pillanatra? Az a nő az igazgató, ezek szerint. Vagy srác, ismételt a Legolandbe akar menni. Mondják is neki, hogy ez nem helyes.
hogy komolyan ilyet csinálsz csak azért, hogy ne írjunk dolgozatot, és hogy elmenjünk a Legolandbe. Apukám mindig azt szokta mondani, hogy ha elfutsz a problémáid elől, akkor csak sokkal, de sokkal rosszabbak lesznek. És mennyire így van ez? Most a csávó alapból már egy gödörben volt benne azzal, hogy nem készült a dolgozatra, de azzal, hogy meghúzta a tűzjelzőt, egyre nagyobb már ez a gödör, és csak egyre jobban ás saját maga alatt. Az ennek az egésznek a lényege, hogy fejezd be ezt az egészet. Ahelyett, hogy hálásak lennétek, amit tettem értetek, ti komolyan még azt akarjátok elérni nálam, hogy rosszul érezzem ez miatt magamat. Jönnek ki a tűzoltók, és megvizsgálják az egész épületet. Na itt már a kisrácban kezd realizálódni, hogy mégis milyen súlyos dolgot követett el, és komolyan... Kijönnek a tűzoltók, meg a hivatalos szervek, itt is van egy rendőr, aki mindenkit végig fog kérdezgetni. Ajjaj, a rendőrség már vizsgálódik, ugyanis már megállapították, hogy ez egy hamis tűzjelzés volt. És nem az első, a mai nap folyamán a városban, ahol vannak. Meg is mondja neki, hogy semmi gyanúsat nem tapasztalt, a srác már örül is. Ne! És elmondja, hogy amúgy a srácnak odaadta a fürdőszoba kulcsát. Mikey, did you see anything? Láttál bármit is? Nem, nem láttam semmit. Hallottam, hogy valaki futott a folyosón, mielőtt bekapcsolt a riasztó. Erre emlékszem csupán. Rendben van. Me? Why? Because you said you were the last one in the hall, right? So maybe you could provide some Meg is kérik a rendőrt, hogy mondja el nekik, meg mutassa meg, hogy mégis mire jutottak eddig, és a kisrácot is. Magukkal viszik, ugyanis ő volt az utolsó szemtanú kb. A folyosón, és mennyi tűzoltó ott van meg minden, de szerintem egyébként nem sejtenek semmit, a kisrácot csupán azért hívták oda, hát ha eszébe fog jutni időközben valami. Tudja, hogy nem gyanakodnak rá. Mi? Ne! Hát, ezt nagyon, de nagyon megszívtad, haver. Ugyanis a csávó, aki a kamerákat szerelte fel, azt hitte, hogy még időre van szüksége, és csak holnaptól fognak működni a kamerák, de ahogy kiderült, már működtek a kamerák, amíg gondolom, hogy felvették a srácot, mi? Hát de lebuktatod saját magadat! Ha már ilyenekre vetemedsz, akkor legyél profi! Nagy szerencséjére kiderült, hogy a kamerák csak azután kapcsoltak be, amikor már mindenki elkezdett kimenni az épületből. Mondja a kisrác hangosan, hogy hú, nagy szerencsémre. És hogy néznek rá? Mármint akarom mondani. Szerencsére mindenki jól van. Mikey. Mégis mi történt a folyosón, amikor ott voltál? Kimentem a tanteremből, majd elindultam a fürdőszoba felé. Itt van az a személy, aki látta a folyosós srácot.
Tudjátok, hogy mégis mi történt? Hát még nem. Mikey éppen most próbálja elmagyarázni, és milyen szúros tekintettel néz rá. Egyre jobban szorongatják őt. És úgy próbálja kimagyarázni, hogy azért nem látta őt. A karbantartó, mivel a lány WC-be ment be. Te mégis mit csináltál? Hát azt mondta nekem a gondnok, hogy dugulás van a fiú WC-ben, ezért arra a döntésre jutottam, hogy inkább a lány WC-t használom. Ez igaz, én mondtam neki, látjátok? De az a kulcs, amit adtam neked, az a fiú WC-nek a kulcsa. Na az mondjuk, probléma nem is kicsit, de ha már ennyire elkezdted, vidd tovább ezt a történetet, még csak jó vagy, és még csak hisznek neked, de nem, akkor is nagyon, de nagyon csúnya dolog, amit művel. Meg művel. Nem szabad egyszerűen hazudni. Na! Now we can see who the suspect really is. Wonderful, it's right here. Ojoj! Mikey, you were saying? What? What was the thing? Mike. A rendőrök hozták is a kis felszereléseiket, amivel meg tudják nézni az új lenyomatokat. If you had a key to the boys' restroom, hogyha how did you get into the girls' restroom? A fiú WC-hez volt kulcsod, hogyan tudtál bemenni a lány WC-be? Hát, azt kéne most mondania, hogy nyitva volt, milyen meglepő, nem? Csak az a baj, hogy most, ha elmennek megnézni, hogy nyitva van-e, akkor tudod, hogy zárva lenne. Hát, volt egy lány, aki éppen jött ki a fürdőből, ezért én behosontam. Ajjaj, milyen cseles! Nagyon sajnálom. Rosszul döntöttem. Hát ez eléggé gyanúsnak tűnik. Hogyha te most valakit vétsz, és tudod nagyon is jól, hogy kiúszta meg a tűzjelzőt, akkor hatalmas nagy bajban leszel. De akkor ezek szerint nem gyanakodnak rá? Elmondtam mindent, amit tudok. Esküszöm. Ajjaj, félre is hívják az igazgatót, ugyanis nem találtak új lenyomatot. A tűzjelzőn megoldott a kisrác okosba, de valami gyanúsat mégis találtak. Mégis mit? Cheese dip? Ne! Srác! Sajt szósz van a tűzjelzőn, mivel a sajt szószos pólójában. Húzta le! Na ezt már egyszerűen nem bírod kimagyarázni, pedig annyi! Szerencsefaktorod volt már ebben a történetben, és én rendes azt hittem, hogy nem fog lebukni. Mikey, te sajtot ettél! Az osztályteremben. Hát de nem! Nézzétek meg! A kezem tiszta! És sajtos a pólója is. Why there isn't any prints? Use a shirt to pull the alarm. Oh, Mikey. Hát ez megmagyaráz mindent. Biztos, hogy a pólójával kapcsolta be a tűzjelzőt. How could you do that? De mégis hogy tetted ezt? Főleg azok után, amiken keresztül mentünk. Don't tell my mom. Kérem, ne mondja az édesanyukámnak. I just pulled it because I didn't want to do the pop quiz and just wanted to go to Legoland with my friends. Pop quiz? Én azért kapcsoltam be a tűzjelzőt, mert nem szerettem volna megírni ezt a dolgozatot, és szerettem volna a barátaimmal elmenni Legolandbe. Ne! És most derül ki, hogy nem is dolgozatot vitt be a tanárja, hanem egy játékot. Ezt most komolyan mondja! Ezért csináltam ezt az egészet! Gyere be az igazgató irodába. Ne, kérem, ne! A rendőr meg is állítja, meg is köszöni neki a srác, de lehetséges, hogy még nagyobb bajban lesz.
is a serious crime. A srác nem az igazgatóiba fog menni, hanem a rendőrségre, ugyanis ez egy komoly bűncselekmény. I'm going to take you downtown. Go. Beviszlek téged. És még meg is bilincselték meg minden. Ne csináljátok már. Mégis mi szükség volt erre? Letartóztattuk azért, amiért meghúzta a tűzjelzőt. Hagyjátok már, ezért nem tartóztatnak le senkit. Jön is az édesanyja. Jaj, de kellemetlen. Meg tudom magyarázni, anya. Én csak éppen arra sétáltam, és hopp, véletlenül ráestem a tűzjelzőre. Nincs ebben semmi. Éppen itt voltam a szomszédban, és hallottam a riasztót. Hát igazából a fia húzta meg. Anya, kérlek, nem akarok szobafogságban lenni. És te komolyan, ez miatt aggódsz? Inkább az miatt aggódjál, hogy ne kerülj börtönbe. Segítsetek, srácok! Látod? Hogyha elfutsz a problémáid elől, akkor csak még nagyobb és még rosszabb problémáid lesznek. Brutálisan jó színész ez a kisrác, én baromira bírom, ez pedig egy eléggé jó történet volt. A vége fele én már rendes elhittem, hogy kajakra meg fogja úszni ezt az egészet, de hát a karma az mindig visszaüt, és ez bizony most sem lett másképp. Ennyi is lett volna ez a történet, nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, addig is, szevasztok!